kötelező védekezni az aranka ellen. Sokan nem értik, hogy miért, hiszen látszólag egy teljesen ártalmatlan, kúszó gyomnövényről van szó. Igen ám, de hogyha a mezőgazdasági területekre is kikerül, állatok, vagy emberek, vagy a járművek segítségével, terjesztésével, akkor több vetőmag termesztési ágazatunkban azonnali exportkizáró okot jelent az aranka mag jelenléte. Éppen ezért a jogszabályok szigorúbban több paragrafussal fogalmaznak az aranka ellen, mint a parlagfűnél. Hogyan is fejlődik ez a növény? Nagyon érdekes a biológiája, mert ahogy kicsirázik a talajból, megtalálja a számára kedvező zöld gazdanövényt, belekapaszkodik, belemélyezti a szívószálait, a hausztórűmait, és elkezdi kiszívni a növénynek a már elkészített kész tápanyagát. Elveszti a kapcsolatát a talajjal, és ezentúl csak a zöld növényeken terjed, és folytatja az életét. Mivel a kész tápanyagot szívja ki, és nem a nyersanyagot, ezért neki már nem is szükséges a zöld színtest, hogy azt átalakítsa számára hasznos tápanyaggá. Éppen ezért élénk sárga színűek, hiszen nincs szükségük klorofilra. Nagyon sajátos az életmódja is, ugyanis folyamatosan csírázik a talajból, folyamatosan virágzik, és folyamatosan érleli a magját, amit saját maga alá hullajt. Tehát a védekezés szempontjából legfontosabb a folyamatos ellenőrzés. Folyamatosan át kell fésülni azt a zöld területet, a teljes zöld területet, ahol már megjelent az aranka. Ugyanis, ha nem csipjük el virágzás előtt, akkor a beérett magja újra lehullik saját maga alá, és következő évben újra ki tud hajtani az aranka. Ezzel magyarázható az a jelenség, miszerint évről évre ugyanazon a ponton, ugyanannál a villanyoszlopnál találjuk meg az aranka fertőzést. Javaslom a közterületi kollégáknak, kolléganőknek, hogy a legközelebbi közbeszerzési pályázatnál az árajánlat kérést a teljes zöld felület négyzetméter átfésülésével, hetenkénti ellenőrzésével és a szükség esetén való aranka foltoknak a gyomírtásával kérjék meg. Tehát hány forintért vállalja el a vállalkozó a teljes zöld felület négyzetméternek a hetenkénti átnézését és a szükség esetén való gyomírtását. Fontos tudnivaló, hogy a perzseléses gyomírtásnál nem csak magát a foltot, hanem annak egyméteres körzetét is le kell kezelni, ugyanis az aranka kúszó szálai rejtetten az aljnövényzet alatt ilyen messzire is elhatolhatnak. Szerencsére van egy olyan gyomírtószerünk, a glifozát hatóanyagú, számtalan készítményre gondolok, melyet közterületen és a szántóföldeken is lehet használni. Mivel elveszti a hatékonyságát a talajban, ezért megfelelő időjárás esetén, tehát a süt a nap, esik az eső, akár egy hónap múlva már eltűnhet a sárga leszárított folt, és újra egy zöld közterületi felületet láthatnak az arra sétálók. Nyár végéig működik így a készítmény. Kérek mindenkit, aki megtalálja akár a zárt kertjében, vagy a szántóföldjén, vagy a közterületen a háza előtt, az végezzel az arankaírtást, akár kapálással is el lehet távolítani ezeket a növényeket, mert nagyon nagy kárt okozhatnak a magyar mezőgazdaságnak.